Dániel Erzsébet 1946-ban született a Párkány melletti Nána községben. Gyermekkorától rendszeresen állt színpadon, szavalóként. A gimnázium elvégzése után 18 évesen a Barti iskolában kezdett tanítani, ott ismerkedett meg a csemadokos munkával. Színdarabokat rendezett és maga is játszott. Amikor Gyurcsó István költőt író-olvasó találkozóra hívta, ő maga sem gondolta, hogy egyszer majd Pista bácsi, akivel a Csemadok kötelékében később sokat dolgoztak együtt, példaképe lesz munkabírásban, elhivatottságban és a nemzet iránti hűségben. 71-ben volt, amikor hazajöttünk, hát akkor ugye fiatal anyuka voltam, 68-ban született a kislányom, 71-ben hazajöttünk, és férjem, mert akkor fölkérték a helyi szervezethez, hirtelen meghalt a Csemadok elnök, hogy legyen az elnöke vállalja az elnöki tisztséget, és természetesen hát akkor én már az én nyüzsgő ember voltam színpadon is és mindenhol éneklőcsoportban. És hát ott kezdődött a mi Csemadok életünk itt Nánán. Férje Zoltán 30 évig volt a Nánai Alapszervezet elnöke. Erzsébet ezekben az években irodalmi színpadot rendezett szülőfalujában. 1981-ben került a Csemadok érsekújvári területi választmányához. Előbb instruktorként, majd titkárként dolgozott. Őszi Irmával és Sidó Zoltánnal járási fesztiválok, vetélkedők, népviseletes bálok szervezői voltak. Na és ott aztán belekerültem a sűrűjébe, ha bár akkor még nagyon tombolt, ugye sőt a legvadabbul tombolt talán a szocializmus, meg a mit szabad és mit nem szabad, főleg Csemadok vonalon. Na bizony ez egy kicsit furcsa volt, hogy hát egy-egy járási ünnepét vagy valamit ott mindig bejelenteni, meg ebbe kötöttek bele, abba kötöttek. No, de akkor kapta meg az embert azt, hogy csak azért is, és nekünk. Akkor ismertem meg, hogy mi az, hogy nemzeti öntudat igazából, hogy hogyan lábbal tiporják, és hogyan ellenkeztek dolgokkal, és hát még egyházi vonalon is, mert hát ilyen problémánk is volt a járási ünnepélyeken. Ilyen például, hogyha föllépett a Bényi csoport, és egy kereszt volt a nyakába, akkor már másnap hívatták be a titkárt, hogy ez mi volt, vagy ha elhangzott egy olyan szó a hagyományos programba, hogy Isten szavát kiejtették, akkor ezért behívatták. Szóval egy kegyetlen időszak volt ez, de ez nagyon erősített lélekben is, és cselekvésben is. A megerősítésre pedig szükség volt, mert a 90-es években a Mecsiar korszak kisebbségellenes intézkedései szinte teljesen ellehetetlenítették a Csemadok munkát. Még egy jelentős dolog volt az életünkben, többünknek is, amikor hát a magyar állam persze ezt mindezt követte és próbált segíteni, amikor a magyar kollégiumnak a vezetője Romhányi András, akivel a mai napig kapcsolatban vagyok, aki vállalta azt, hogy az összes titkárt, persze ezt valami pályázati pénzből, az összes titkárt Pestre elvitt bennünket ilyen 3-4 napos tréningre. És ennek a tréningnek az volt a célja, hogy süllyed a hajó, és a süllyedő hajóról hogyan lehet megmenekülni. Fantasztikus volt. És érdekes, volt olyan, aki köztünk föladta már ott és akkor, mert nem bízott benne. Nem mindenki hitt abba, hogy na most ez majd segít nekünk, és voltunk páran, akik igen. Tehát én azt hiszem, hogy lélekben azért ez is hozzájárult ahhoz, hogy azok közül, a régiek közül azért sokan megmaradtunk. Erzsike ezekben az években kezdett néprajzzal foglalkozni, 1997-ben néprajzszakos diplomát szerzett, majd néhány évig a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság elnöke volt. A gyűjtő munka azóta a szenvedélye, ahogy a szobrok, emlékoszlopok és táblák állítása is. E téren legnagyobb érdeme, hogy az általa alapított Limeszanavum regionális honismereti társulás kezdeményezésére 2008-ban a Párkányi csata 325. évfordulóján egy lovasszobrot állítottak 3. Szobieszki János lengyel király tiszteletére. 2006 és 2009 között a Csemadok érsekújvári területi választmányának elnöke volt, s máig aktív csemadokosként éli mindennapjait a Nánai Alapszervezet elnöke. Csemadoknak ez a megtartó ereje is egy csoda, az a másik vonal, és erről nem is szoktunk nagyon beszélni, csak nemzettudatról, meg értékről, meg kultúráról beszélünk. De az a közösségi erő, ami a Csemadokban volt, van, és hisszük azt, hogy lesz is, az maga a csoda.
Erzsike töretlen hittel, erős nemzettudattal felvértezve tette és teszi a dolgát. Közösségépítő tevékenységét az elmúlt években több díjjal is jutalmazták. Minden nehézség ellenére vallja, a jó Isten a tenyerén hordozta.